Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Nagyszabású emlékhangversennyel tisztelek Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója előtt, április 24-én a Prokultúra Sopron és a Magyar Kodály Társaság. A társaság elnökségi tagja és a Soproni tagcsoport alapító elnöke Bencsik Erzsébet stúdiónk vendége. sokan, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, köszöntöm a leg, kedves nézőket. 50. évfordulója van most Kodály Zoltán halálának mi az, a, mi az a, amit, amit, róla tudni fontos, a, amit mindenkinek fontos róla tudni? Hát, amit mindenkinek fontos róla tudni, hogy ő megteremtett, amit Kodály módszer néven, de inkább Kodály, Kodály koncepciónak hívnánk, egy olyan zene tanulási, ének tanulási pontosabban módszert, ami a világon teljesen egyedülálló. Sajnos, hogy ez a, ez a módszer, ez eh, Bostontól mondjuk Tokióig virágzik, de pillanatilag talán mi virágzik a legkevésbé. Erről a Kodály koncepcióról bizonyára sokan hallottak, ugye az UNESCO szellemi kulturális örökségének is a része, és hungarikum is, Igen. de miről van szó pontosan? Arról van szó, hogy Kodály Zoltán úgy gondolta, hogy minden gyerek tanuljon meg zenei írás, olvasás, így hívtuk, ugyanúgy kottát olvasni, kottát írni, mint ahogy megtanulnak a gyerekek számokat írni, betűket írni, és ugyanúgy meg is lehetne tanítani a kezdet-kezdetén, mert miért ne lehetne a gyermekeket, és a másik pedig, hogy a gyerekek minél többet énekeljenek. Sokan mondták annak idején, hogy Kodály Zoltán hangszer ellenes volt, mert annyira forszírozta az éneklést. Ez egyáltalában nem így van, csak ha belegondolunk, hogy főleg abban az időben, hogy a, a, a hány gyereknek tudtak a szülei hangszert venni, vagy csak belegondolunk, vagy belegondolunk abba, hogy a Sopron pillanatnyi lakosságának a létszámához képest. A zeneiskal nem tudom pontosan, kb. 600, maximum 700 fős gyerekanyaggal dolgozik, tehát a többi gyerek hol van. És Kodály azt mondta, hogy mindenkinek megvan a saját hangszere a torkába, és ezt kell használni. A másik, ami még nagyon fontos, hogy ő a zene közösségformáló ereje miatt a közös éneklésbe, az együtt muzsikálásba is nagyon hit, és szerette volna ezt minél szélesebb körbe elterjeszteni. Ön személyesen is foglalkozott pedagógusok képzésével, meg aztán, meg aztán zenei növendékeket is ö, ö, oktatott. Ö, mekkora ereje van a, a, a közös zenélésnek ön? Ezt hogy látja, hogy érzi? Hát, fantasztikusan nagy. Fantasztikusan nagy, közösségformáló ereje van. Ezt aki nem próbálta sohasem, az nem tudja, hogy mit veszített. Ahogy Kodály mondta, hogy nélkül lehet élni, csak nem érdemes. A, a, zene, a közös együttmuzsikálás, nemcsak, hogy a szocializálódás, mert abba is nagyon sokat segíti a gyerekeket, hanem érzelmileg olyan barátságok kötődnek, nekem például a mai legjobb barátaim, akik, akik még mindig megvannak, az a kevés, azokat vagy a zeneiskolában, a Sopai Zeneiskolában az 50-es, 60-as évek elején ismertem, még meg vagy később a konzervatóriumba. Ezek a barátságok kötődnek a mai napig, és nagyon-nagyon és erősek. Ugye mindenkit ugyanaz Érdekel. És, és a zene, én azt mondom, hogy an, aki, aki muzsikál vagy zene, annak, annak más lelke van. Tehát sokkal fogékonyabb, sokkal érzékenyebb, az, az ha szeret, másképp szeret, ha bánata van, másképp éli meg. Tehát sokkal finomabbá teszi a, a lelket. Nem beszélve az énekzen oktatásnak a transfer hatásáról, erre most nem akarok kitérni, mert erről voltak nagyon komoly kísérletek néhány évtizeddel korábban is párhuzamos osztályokban, úgy tudom helyen, hogy a, a, zenei osztályok, akiknél naponta ének óra volt, azok mindenben, a nyelvben, a matematikában, tehát matematika és zene abszolút ö, egy húron pendül, sokkal, sokkal, jobbak voltak ezek a gyerekek, más tantárgyakból is. És ez a kozály módszernek volt köszönhető? Abszolút. abszolút. Hát gondoljunk csak egy, egy gyerekre, hogy ha kotát ír, kotát olvas, mennyi mindenre kell figyelnie? vagy gondoljuk az én szükebb területemre, az ongorázásra, hogy egy, egy kisgyerek, 7 éves korában odaültetem a hangszerhez, és megmutatom, hogy ez a fehér, meg ez a fekete, és ennyit tud a utána elkezd két sorban kottát olvasni. A felső sort violinkulcsba, az alsó sort basszuskulcsba, a kis, kis fejébe. Aztán mind a két kezével más csinál. Aztán később bejön és pedálozik. Szóval fantasztikusan összetett dolog, és rengeteg cikket olvastál az internetről is, hogy milyen hatása van a későbbi felnőttkorra, az egész életükre, az, az agyműködésre. Szóval nagyon-nagyon sok, sok minden területre az, hogy zerét tanulnak. Ugye a szervezői, tudomány szervezői tevékenységéről sokat lehet tudni Kodály Zoltánnak, és most az évforduló kapcsán egyre több archív filmfelvétel, bejátszást lát ismét napvilágot. Ugye az én korosztályom már csak innen ismeri Igen. Kodály Zoltán, de ön személyesen is ismerte ő. Milyen, milyen volt embernek? Milyen ismertem, volt? az túlzás, de, de Két, háromszor láttam, illetve találkoztam vele még élőben. Az egyik az volt, amikor én 1958 és 62 között felsőtagozatos voltam a Sophoni Orsiatéri Általános Iskolában, és ott Kovács Sanyi bácsi énektanár és karnagy vezetése alatt volt egy 120 tagú gyerekkórus és akkor még a tévé nem ismerte azt, hogy felveszünk egy műsort, és majd később leadjuk, hanem egyenesbe. És a Soproni Múzeumban volt tévéfelvételünk, felvételünk, ez a 120 tagú gyerekkorussal, ahol Kodály Lengyel Lászlót énekeltünk, aztán a legnehezebb gyerekkorus műveket, és nagyon komoly színvonalon, erről még sercegő felvételek Kovács Sándor vannak, és még azt tudnám hozzáfűzni, hogy aztán volt egy dalos találkozó, szintén még az Olsatér iskolában jártam, amikor fertődön a, a kastély parkjában rendezték, nem, nem tudnám megmondani most, hogy hány, de van róla a fényképem, hogy hány iskola részvételével, a lépcsőkön, a, a kertbe, a, a, a terasz, hogy mindenhol kormusok álltak és kodály vezényelt. És, és hogyan maradt meg önben a, a kodály Zoltánnak a, a kisugárzása, a jelenléte, a jelleme? Hát mi ugye úgy lettünk előkészítve már a Kovács tanár úr által, hogy mindegy, Istent úgy vártuk. És, és, úgy néztünk föl rá. Minden, minden, gyerekhez volt egy kedves szava, aki oda bent köré megsimogatott, de csak akkor adott autogramot, hogyha valaki valamit szolmizált, és akkor kapott aláírást. Most a harmadik ilyen találkozás, amennyiben találkozásnak nevezhető, az, amikor én konzervatóriumban jártam Győrbe, volt egy Szabó Miklós által vezetett ragyogó Győri leánykar, az iskolának az ének, konzervatóriumnak az ének lánykara, és Budapesten a, minden évben volt hangversenyünk az Ön Akadémia nagy termébe kórus hangversenyünk, és ott, ott kétszer is eljött, egyik koncerten pont Kodály műveket énekeltünk, a másikon bartok műveket, és ott ült a diszpáholyba, és a szünetben eljött hozzánk. Bejött közénk, és azt mondta, ugye én mindig-mindig mondtam azt, hogy a lányokat az éneklés megszépíti, ez úgy megmaradt bennem, hogy ezt mondta, ez volt 65-66-ban, vagy talán 64-ben, nem tudom. Ő egy nagyon-nagyon szűkszavú ember volt, nagyon kedves volt, a, amikor egy közösségben megjelent. Ezt mondom, mindenki körben rajongta, mert mi még úgy lettünk nevelve, hogy Kodálytanáról az, az. az Ez egy földön túli valaki. És én így gondolom az, az igazságban is. Hogy... Sajnos, sajnos, hogy úgy, úgy érzem, hát én most már mögöttem a, teljesen mögöttem a pályával, hogy ez, ez nagyon hanyatlik lefelé. Nem, nem akarok senkit bántani, tisztelt a kivételnek. De ha csak egy okot mondhatok, 1967. március 6-án meghalt Kodály. És utána, sajnálom, hogy nem hoztam el otthon megvan, és nem tudom fejből, drasztikusan lecsökkent a tanító és óvóképző főiskolák énekóráinak a száma. Tehát pillanatilag a tanítóképző főiskolákkal az óra számot nem tudom, de arra semmiképpen nem elég, hogyha valakinek nincsen zeneiskolai előképzettsége, hogy ott megtanulja a kotta olvasását, írását és ilyenkor tudjuk magukról, hogy mi történik, a szerencsétlen kollega kimegy tanítani, ő maga is érzi, hogy nem biztos ebbe a dologba, és félve nyúl hozzá, vagy azt mondja, hogy hát inkább olvassunk gyerekek, mert az sem egy olyan nagyon jól, tehát én a... a, a, én a pedagógus képzésben komoly problémákat látok az énekzene tárgy óra számával. Mit tud tenni a Kodály örökség további telében a Magyar Kodálytársaság, aminek ugye most néhány hónapja alakult meg a Soproni Igen. A Magyar Kodálytársaság Társaság 1978-ban alakult meg, még ennél korábban 75-ben megalakult Kecskeméten a Nemzetközi Kodálytársaság, Társaság, aminek ma is 34 országa, 34 tagországa van. Most a Kodálytársaság fő feladata az, hogy a Kodály örökséget tovább vigye, ismertesse, terjessze, tehát hogy maradjon ez a köztudatba, és használjuk. Na most a Tudjuk, hogy a zeneszerző is volt, nem sorolom most el, hogy mi mindent csinál, de az a kodálytársaságnál első helyre az zenepedagógiai munkásságát emeltük ki. Hát ez, ez a legfontosabb, legégetőbb problémánk pillanatnyilag. Most a sopani tapcsoporton kívül a Magyar Kodálytársaságnak van egy tapcsoportja. Szegeden, van egy Pécsett, aztán van egy veszprém Felsődunántúl, egy nagyon lelkes, kolléganő vezet, és nekem tavaly már egy jó éve eszembe jutott az, mert én már régen Kodálytársaság tag vagyok itt egymagamba, és én feljárogattam a pesti rendezvényekre, hol nagyon nívós rendezvények vannak. a Kodály lakásából van az egyik helységből kialakított kis kamarateremben vannak a, az előadások, és ott nagyon jó dolgokat hallottam, és nekem úgy eszembe jutott, hogy, hogy ez a Magyar, Magyarország nyugati része, tehát Sopron, Szombat, ez a teljes nyugati rész, abszolút fehér volt. Itt nincs semmi, Kodály társaság legalábbis nincsen, ilyen értelemben értem persze a semmit. És, akkor azt gondoltam, hogy, hogy megpróbálom és megalakítok egy kis csoportot. Meg, megkerestem a, a elnökünket, dr. Itzs és Mihályt, aki nem volt nehéz, mert a konzervatóriumban az osztályfőnökön volt győrbe, hogy a személyes kapcsolat és a szál megvolt, hogy mit szólna hozzá, ha a sopronban is megpróbálnánk egy ilyet belevágni, ő nagyon boldog volt és lelkes volt, úgyhogy november 16-án a Panoniában egy remek előadás, amit a tanár úr tartott Kodály és Liszt címmel, utána hivatalosan is megalakultunk, és pillanatnyilag soponi tagcsoport van, de kicsit nagyképűen már úgy van leírva a társaság honlapján is, hogy Sopani és Nyugat-Dunán túl, mert próbálok azért kicsikét terjeszkedni, és úgy néz ki, hogy talán sikerül is, mert május 21-én egy ugyanilyen nagyszabású, mint most itt lesz a hétfői megemlékezésünk lesz Lövön, uh -huh. ahol szintén csoport, iskolai énekkar, felnőtt kórusok környékhől is jönnek, és úgy ünneplünk, jön egy galántai néprajzkutató is, tehát egy, egy szép ünnepünk, és ez már lövő, tehát ez már nem igazából sopon, hogy ez a terv szóba hozta az április 24-i emlékkoncertet, ahol valóban szintén széles körű eh, előadói repertoár fog majd a színpadon állni. A Levinsky Anna gyakorlóbod a csoportjaitól, a Szent a Római Katolikus Általános Iskola kórusain át, egészen a, a Dalárdáig, a Széchenyi Gimnázium énekaráig, és egy felnőtt nőikar is, ugye a Sonitus Karbanci is eh, színpadra fog állni. Hogyan választották ki a műsorát ennek az emlékhangversenynek? Hát gyakorlatilag ez, a, ez a, az ez a műsor, ilyen csoportok összeválogatása, mert én abban az elfől indultam, amikor én oldal, hogy egész kisgyerekkortól, és akkor arra építkezzünk majd szépen fölfelé, tehát ezért megkerestem a a nagyon jól éneklős, Mennyhárt Irdikált vezetett kis csoportját, és ők indítják ezt, aztán legyen alsó tagozatos kórus, legyen felső tagozatos kórus, legyen középiskolás, hát ahogy növekednek a gyerekek fölfelé, és legyen felnőtt kórus. És még részt vesz a Sopronin hogy Liszt zenekar is. Mm -hmm. Tehát ez, ez, ezen alapszik, hogy így fölfelé a kicsiktől kezdve. És milyen darabokat hallhatunk, lesznek -e ismertebb darabok, vagy inkább mérásnak lesznek, a kodai életben? hát a, az óvodás csoport az te, természetesen, hogy kis gyerekdalocskákat és körjátékokat, és amiket ö, ők tudnak, és ők, ők képesek rá, teljesen a Kodály, szintén a Kodály koncepció jegyében, mert ugye nagyon fontosnak tartott ezt az óvodáskort, óvodáskort és rengeteget tett azért az anyag összeállításának, kiválogatásának, kiválogatásának, tehát minden részben ott volt, hogy mit tanuljanak az, nem jó szó, tanuljanak, miket játszanak az óvodás gyerekek. Uh -huh. Tehát a kötet, amiből az óvónők dolgoznak, az is az ő kezenyoma úgyhogy a, a, kisebbek gyerekek, alsó tagozatosak, népdalcsokrokat, a többiek viszont kő, létszámuktól és tudásuktól függően könnyebb, nehezebb dekodályműveket. És nagy közös éneklés is lesz a koncert? A legvégén lesz közös éneklés, igen, közönséggel és a korusokkal együtt, két és az egyik a Gerencséri utca, a másik a Kocsiszekér, Kocsiszán, és ezzel a közös énekléssel fejezzük majd be a megemlékezésünket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánok a Kodálytársaság tevékenységéhez és a hétfői koncerthez is. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget, és ha még egy személyes mondatot megenged, akkor annyit szeretnék mondani, hogy a Kodálytársaságban hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Bárki tagja lehet, havonta van, vagy két havonta, de nagyon nívós rendezvényeink vannak, pesti előadókat hívunk, tehát sok mindent meghallgathatnak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk tagjaink sorába. Bízunk benne, hogy sokan lesznek. Köszönöm szépen. Én is a köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát a, Kodály Emlék hangverseny április 24-én hétfőn 18 órakor lesz itt a Soproni Liszt Központban. Ezt a beszélgetést, hogy a Sopron TV összes többi műsorát újra megnézhetik internetes videótárunkban, amit a www.sopronmedia.hu oldalon találnak meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!